Hajdulánás Nyírbátor találkozót rendeznek a férfi kézilabda NB2 északkeleti csoportjában. Köszöntöm a kedves televízió nézőket. A negyedik fordulót írjuk, és a hajdulánási csapat jelenleg még pont nélkül áll a tabellán. Így abban biztosak lehetünk, hogy mindent megtesznek ma a fiúk, hogy megszerezzék első pontjaikat a bajnokságban. A nyírbátoriak döntetlennel kezdtek, majd vereséget szenvedtek, és éppen az előző körben szerezték meg első győzelmüket, így önbizalomtól telve érkezhettek ide a hajdulánási városi sportcsarnokba. A mérkőzés hamarosan kezdetét veszi, meglátjuk, hogy ma melyik csapat örülhet majd a lefújás után. Azonban mielőtt a találkozó kezdetét veszi, néhány kérdést felteszünk a két vezetőedzőnek, hogyan készültek a mai meccsre, és mit várnak ettől a 60 perctől. Az elmúlt szezonban idegenben magabiztosan nyerni tudtunk, hazai pályán viszont egy nagyon jól védekező Nyírbátor ellen vereséget szenvedtünk. Mennyiben indultatok ki a tavalyi mérkőzésekből a felkészülés során? Semennyire nem indultunk ki, azt gondolom minden mérkőzés teljesen más, az már elmúlt. Valóban most is voltunk ott edzőmérkőzésen, Nyírbátorban azt mondom magabiztosan győztünk, de ez már egy bajnoki mérkőzés, ez már egy más kávéház most. Az első három mérkőzésen ugye szinte mindegyik mérkőzés nagyon szoros volt, meccsben voltunk, mégis kikaptunk a végére. Miben kell változni ahhoz, hogy ma ez megforduljon? Hát valóban rosszul indítottuk a szezont, bár kalkulálható volt, azt gondolom, hiszen a első három fordulóban hogy kettő mérkőzés idegenben játszottunk, egy nagyon erős salgóterrent fogadtunk hazai pályán. De azt gondolom, hogy inkább a salgóterren és a füzesabonyi idegenbeli mérkőzésünket nagyon sajnálhatjuk, hiszen mind a két mérkőzésen megvolt a sansza győzelemre. Kisvárdán azt mondom, hogy nem játszottunk jól. Megérdemelten veszítettük el, azt mondom, a két pontot, illetve a Kisvárda megérdemelten győzött. Mindenképpen a hibáink számát kellene valahogy csökkenteni, mert nagyon koncentráltan a 10-15 perc alatt vétünk rengeteg hibát, és nagyon sok előnyt adunk az ellenfélnek, és utána már futunk az eredmény után, az meg eddig nem vezetett jóra. Vannak-e esetleg hiányzók a csapatból a mai napon? Van a Nyesterihád munkai elfoglaltság miatt nem tud részt venni, a Bodogán Peti családi elfoglaltság miatt nem tud részt venni, a Fóris Roland, illetve a Horváth Bendegúz, akik kettős igazolással vannak Nyíregyházáról, épp a szalagtűzőjékön vannak, úgyhogy sajnáljuk ezt a négy ember távollétét, most nélkülök kell megoldani ezt a feladatot. Döntetlen, vereség, aztán győzelem, ez volt az első három forduló sormintája, mennyire elégedett a kezdéssel? Elégedett vagyok a kezdéssel, bár az első mérkőzés döntetlennyie az annyi azért fájt, mert az utolsó 5 másodpercben kaptuk az egyenlítő gólt. A második mérkőzésen tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz. Első fél időben tartottuk magunkat, de a második fél időben szerintem egy jobb csapat betarált minket. A harmadik mérkőzés megint egy nagyon érdekes mérkőzés volt. Az elején úgy gondoltuk, vagy hát a srácok úgy gondolták, hogy az ellenfél jobb. Aztán a fél idő végére rájöttünk, hogy ugyanolyan emberekből vannak, mint mi, és a végére sikerült begyűjteni a két pontot. Milyen hajdulánásra számít ma, illetve mit várhatunk az ön csapatától, milyen mérkőzés lehet ebből? Kemény mérkőzésre számítok. Tudom, hogy a hajdulánásnak sajnos még úgy alakult a fordulója, hogy nincsen pontja, ezért mindent meg fognak tenni, hogy nyerjenek. Mi természetesen meg szeretnénk ezt akadályozni és elvinni a két pontot, de legalább egy pontot, de szerintem nagyon kemény mérkőzés lesz. Vannak-e esetleg hiányzók ma a Nyírbátor csapatában? Hála Istennek nincs most hiányzó, mindenki egészséges. A mérkőzés tehát hamarosan kezdetét veszi, az eddig 3 pontot gyűjtő Nyírbátor érkezett ide hajdulánásra. Meglátjuk, hogy ma sikerül-e megszerezni a csapatunknak első győzelmét. Közben érkeznek a játékosok, egyessel Schneider Bence a vendégektől. Őt követi Mosti Sócki Tamás, majd érkezik a harmadik vendég, Hallőr is bíró Dávid Márk. Tóth László a következő a sorban. Aztán Láng Márk Mihály az, aki pályára lép. Páfi Valentin jön. Aztán Pisák Tibor. Egyébként a férfi szakosztályunk U8-as és U9-es játékosai kísérik be a játékosokat. Kovács Ákos után Szedlacsek János érkezik. Őt követi Bot Bence. A nyírbátoriak egyik kulcsembere. Kun Szabolcs, és aztán
érkezik Siket Kornél is. Albert Bence kocog be középre. Őt követi Takács Zalán. Megy jön Horváth Patrik. És 29-essel Rácz Roland. A miénknél először Felföldi Róbert az, aki nyitja a sort a nyírbátoriak mellett, rögtön utána a Torma Antal. Jön Dankó József is. Alföldi Máté a következő a sorban. Ötvös Nándor is köszönti a közönséget. Bancsó Károly követi őt. Harsányi Dávid és Csonka Péter érkeznek. Kelemen Zsolt jön. Takács Gábor. Aztán Hangos Dávid. Jön Nagy László. Tamás Mennyhért Levente érkezik, ő az egyetlen, aki a nyíregyházi erősségeinket képviseli ezen a mérkőzésen. Majd jön Kis Dávid és Ötös Tamás zárja a sort már, ami a mezőnyjátékosokat illeti. Madai Tamás természetesen a miénk kispadján, a vendégedző pedig egyébként Csapos János. A mérkőzés játékvezetői is csatlakoztak középre. Hasonlóan néz ki egyébként a keret, mint a legutóbbi Kisvárdára utazó csapat. Akkor is hiányoztak a Nyíregyházáról kettős engedéllyel itt játszó kézilabdázóink. Most Tamás Mennyért Levente itt van, de ugye Nyesteri Hárd azon a találkozón sem tudott a csapat rendelkezésére állni. Úgyhogy nagyjából hasonló állománnyal kellene most ezen a mérkőzésen megszereznünk első pontjainkat itt a Nyírbátor ellen. Kemény védekezés, ez volt Madai Tamás egyik utolsó kérése a csapat felé, amire valóban szükség lesz. Főleg itt az első percekben, hiszen hajlamos a csapat egy picit beragadni a mérkőzések elején, ezzel nyilvánvalóan sokkal nehezebb helyzetbe sodorva magát a folytatásra nézve. Így volt ez ugye Kisvárdán is, sokáig nem találtuk az ellenszert az akkori hazai csapat támadásaira. És az első fél időben kaptunk 19 gólt, ami már önmagában tulajdonképpen megpecsételte a sorsunkat. Ahogy azon a találkozón sem, úgy valószínűleg ezen sem fog beleférni a hasonló kapott gólszám. Nézzük az első támadásunkat. Bancsók. Ötvös. Nem lőtte el Takács. Ötvös középen. Ezt már ellövi. Aztán a hírbátoriaknak ítéli a játékvezető a labdát. Kovács.
Takács. Van lövés a túloldalon, Csonka. Az első támadások után egyik kapu sem forgott veszélyben, Dankó. Mancsókhoz teszi. Szabad dobás. Takács. Dankó indult el befelé, ötvös az ő helyéről próbálkozik. Zseniális megoldás! 1 perc 36 másodperc után megvan a vezetés. Ötvös Nándor szerzi az első gólunkat. Ő egyébként Kisvárdán is eljutott 10 gólig. És ez a találat volt a 30. már neki ebben a szezonban. Ezzel egyébként vezeti az összesített góllövő listát. Kovács kezében a labda, rá érdemes lesz figyelni a vendégeknél. Ő a Nyírbátoriak legeredményesebb játékosa, tavaly szezonban 147 gólig jutott. Idén eddig ez a szám 22. Mellé megy a lövés. Végig tudjuk egy gyorsan vinni az akciót, ez a kérdés, Dankó. Leteszi a szélre. Picit pontatlan volt a passz, nem is tudta már megmenteni Ötvös Nándor. Fordulás után Kovács. Kovács kapja vissza. Jól állítottuk meg. Takács. Pisák. Albectől Takács. Pisák. Leteszi a szélre, Szedlacsekot. Nem tudott bemenni. Takács. Kovács. Még mindig nincs lövés. Most van fenn a játékvezető keze. Ez így nagyon jó nekünk. Kovács ellövi messziről, felföldi. Kipattanó Takács, és még egy szabad dobást is kapunk. Rendezetlen a vendégvédelem, jó lenne ezt kihasználni, ötvös. Ott a lövésben van! 2-0, ezzel megduplázzuk az előnyünket. És ha jól láttam, akkor Pisák az, aki a mérkőzés első sárga lapját kapta. Hát a kezdés egyenlőre ígéretes. Reméljük, ilyen lesz a folytatás is. Kovács lő. Ez beakadt. Kezdhetjük előről. Csonka. Bancsók. Ötvös csak most tudta kapni. Takács. Vissza ötvösnek. Meg tudja menteni Dankó? Takács is kap egy sárga lapot. Így a kérdésre a válasz nem. Viszont próbálkozhatunk újra. Takács. Ott a lövés! És sajnos védés is van. Schneider odaért lábbal. Takács. Jó labdaszerzés. Elesípol a játékvezető. Kicsit könnyű síppal befújt lab. Ítélet volt ez, de ötös másodszor is labdát szerez. És megszerzi a harmadik gólját a mérkőzésen.
Rikke frappás választ adni egy ilyen kétes játékvezető ítéletre. Kovács. Takács. Jól tette tovább, kapufa. Nézzük az ellentámadást, Takács. Takács, azt el lehet lőni. Schneider véd. És van induló ember, Kis nem tudja megmenteni. Az ittszer után pedig 3-2-re módosul az eredmény. Albeca gólszerző. Ötvös. Nincs meg Csonkának. Albert viszont mehet megint Zitzerben. 3-3. Bancsó. Az jó Csonkának, Schneider. Kár érte. Bancsók remekül játszotta meg Csonkát. Takács. Pisák. És most már a vendégek előnyben. Bodnak ez volt az első gólja a találkozón. Bancsók. Ötvös. Csonka, ott az megint az ittszer, ugyanaz a vége. Schneider ismét hárít, aztán Takács felföldi. Ő is megteszi a magáét. Danko, ott van előtte a helyzet, és mellé pattintja. Nincs egyenlítés. És ami különösen aggasztó lehet ebben, az az, hogy zsinórban 3 tiszta zicsert rontottunk el. Kilenc és fél perc telt el a mérkőzésből. 4-3-as vendégvezetés. Takács. Albert a szélen, szépen oldja meg. Ötvös után az ellenfélből Albert is eljut 3 találatig. Danko, ott az újabb zicser, ez már benn van. 5-4, nagyon kellett. És talán Danko József lelkének is
Kellett ez a gól az előző elrontott zicser után, aztán a másik oldalon Kovács válaszol. Takács, megvan még. Aztán Albert sárga lapárán állítja meg. A Nyírbátor egyébként az előző szezont a második helyen zárta. De nem volt ez olyan egyszerű helyzet, mint gondolnánk, hiszen hármas volt verseny alakult ki. A Tiszavasvári és a Kisvárda szintúgy 28 pontot szerzett. És a három csapat közül a Nyírbátornak volt a legrosszabb a gólkülönbséged, de ez ugye mit sem ér, hiszen elsősorban az egymás elleni eredmény rangsorol, és abban pedig mind a két csapatnál jobb volt a Nyírbátor. Takács. Bancsók. Jó lövés! Megint csak egy gól a különbség. Takács nagyon aktív középen. És jön az első két perces. Mancsók kapja. A Tiszavasvárival játszott az első fordulóban döntetlen a Nyírbátor, aztán a 60-tól 26-20-as vereséget szenvedett idegenben, és ahogy már utaltam rá, az előző fordulóban szerezték meg az első győzelmüket a Salgótarján elleni 29-28-as diadallal. Pisák! Ott van Sedlacek, a labda pedig már a hálóban. És akkor a lecke feladva ember hátrányban kellene tartani a lépést a Nyírbátorral. Takács. Hangos. Először a pályán. Hangos. Dankó végezte el a szabad dobást. Kis. Van a játékvezető keze, Takács mellé dobja. Albec. Kapufa. Jól van. Viszont 4 másodperc múlva egészülhetünk ki. Takács! Ötvös! Gyönyörű gól! Most egészülünk ki, de Mancsók mire visszatér a pályára, már mehet közepet kezdeni.
Ötvös. Megint ő lövi el, és ezúttal is. Hálóba kerül a labda, és kétperces kiállítás a túloldalon. Pisák ballag le a pályáról. Illetve bocsánat, Kuna kiállított játékos. Pisák csak Csapos János edzőhöz. Fáradt ki egy kicsit az oldalvonal mellé. Alig, hanem néhány taktikai utasítást kapott. Pisák. Tokács. Tokács megint. Kovács. Ellövi. Jó a blokk, viszont ott van az ittszer, és Szedlacseknek könnyű dolga volt, felföldi még. Fel sem tudott pattanni. Az első védése után, mire jött a második lövés. Így 9-7 az eredmény a vendégek javára. Bancsók. A lepattintós csel után. 9-8. Kovács, Pisák, Takács. Ezt megköszönhetjük Kovácsnak, ezt ellazázta. Ötvös! 9-9! Ilyen 6 perc után 6 gólnál jár Ötvös Nándor. Pisák. Kovács. Takács lő. Nem talál kaput. Aztán felfőndítása jó Dankónak, és a befejezés is tökéletes. Hosszú idő után újra átvesszük a vezetést. 10-9. És ennek az az eredménye, hogy Csapos János időt kér. Támadásnál ott vagyunk, nem szólok én, most majd be fog állni a keze, oldi két az ikszer kettő mellé, kicsit koncentrálj, de jól a mozgás, tehát egybe vissza kellett volna forgatni Kivinek, mert erre az oldalra ki fog jönni, jó helyen állt a beállók. Tessék, ütembe érkezik, ütembe, be fogja lőni az ikszer, zeli kapuha ott, ott a beállók, onnan vissza lenni, ott a beállók tud lőni, jó? Jó, srácok! Kovács.
Bod lépett ki a falból. Kovács. Takács. Megvan a labda. Takács. Azt hiszem a passz lett volna itt a jó megoldás. Arra egyébként talán érdemes lesz kicsit rájátszanunk, ami most is itt Takács lövése előtt látható volt, hogy Dankó a szélről bemozogva rendszeresen üresen marad a vendégvédők mögött, között. Ezúttal nem vette őt észre Takács, de lőtt már ilyen helyzetből gólt ezen a mérkőzésen Dankó. És amíg nem fedezik fel ennek a veszélyét a nyírvátoriak, addig erre nyugodtan rá is játszhatunk. Takács kiharcolta magának az ittszert. Dankó, ezúttal a szélről, az már egy szabálytalanság volt vele szemben. Takács a gólja után pihenhet 2 percig. Ötvös pedig elvégezheti a mérkőzés első büntetőjét. Ötvös Schneiderrel szemben. Már éppen kiáltani akartam, hogy bent van a labda, de fölé pattant. Marad a 10-10. Pisák. Passzív. Kovács tovább teszi. Szedlacsek a szélen. Már a sípszó után fejezi be. No és akkor most ember előnyben ötvös. Leszedi a levegőből Schneider. Ötven másodperc maradt az ember előnyünkből. Felföldi! Szedlacsekhez került a kipattanó. A labdával van egy kis probléma, ezt jelezte Kovács a játékvezetőnek, ezért áll a játék. És akkor most folytatódhat. Albec. Pisák. Szedlacsek. Pisák. Ott van a bal kezén. Tudunk egy gyorsan indulni, ötvös? Az ő sebességével lehet. Be is viszi középre, gyönyörű gól! 11-10 a 20. perc végén, újra itt a vezetés. Pisák. Felföldi!
hangos indítása után. Schneider jól mozdult ki a kapujából. És a vendégeknek ítéli a labdát a játékvezető, ötvös ütközött a levegőben Schneiderrel, aki nagyon hevesen reklamálja azt, hogy miért nem küldik le a játékvezetők ötvöst. De azt hiszem, hogy itt szó sem lehetett szándékosságról, úgyhogy alaposan túlreagálta ezt a nyírbátori kapus. Takács. Ezúttal tehetetlen felföldi. Danko. Szépen csinálja a szélen. Schneider ugyanúgy tehetetlen, mint az előbb nálunk felföldi. 12-11. Danko harmadik gólja. Nem tudott labdát szerezni, de lövés nincsen. Csonka remekül állta Kovács útját. Kovácshoz kerül vissza Pisák, leteszi Sedlacseknek, ott nem szabad bántani. 12-12. Danko azonnal megindul nagy lendülettel. Bedobás. Hangos. Megszerzik Csonka elől, Albec aztán. Fölé vágja. Szűk 7 perc még az első fél időből. Hangos. Ötvös. Labdát szereznek a vendégek. Aztán Kisián visszakerült hozzánk, de maradt támadásban a nyírbátor. Sedlacek. Albec. Nem tudták gyorsan befejezni. Hozzáért egy hazai kéz. Felföldi! Nagyon kellett ez a védés. Bancsók indul. Az rossz passz, viszont Takács akadályozta Dankót. Szép csel után ott az Itzer, Schneider véd, 7 méteres. Azonnal mutatta a játékvezető. Nézzük ötvös
hétméteresét. Ben van! 13-12. És egyébként az ifi csapatunk is begyűjtötte a két pontot közvetlenül ezelőtt a mérkőzés előtt. Szedlacek. Újra döntetlen. Kicsit későn jött a síp. Kovács, Takács, 14-13, már a vendégeknél az előny, ráadásul 5-öst 2 percre leküldi a játékvezető. Danko. Jó cselt csinált Takács mellett. Szabad dobás. Hangostól Bancsók. Hangos megint. Neki sem úgy alakult az első három mérkőzése, ahogyan azt tervezte. Egyelőre adós a gólokkal. Tavaly ugye 127-ig jutott. Itt az NB2-ben, a Kazincz Barcika színeiben. Idén egyelőre Kevesi tavaly jön magát. Végzi a szabad dobást. Kovács. Takács. Jól védekezünk. 20 másodperc az ember hátrányból. Takács. Milyen kalapda? És aztán még a játékvezető elmagyarázta Szedlacseknek, hogy miért is ítélte ellene. Most egészülünk ki, Csonka érkezik. Hangos. Nagy. Csonkát kereste, nem sikerült megjátszani. Ebből jön a vendég ellentámadás. És a vendég gól. Takács szerzi meg a 15. nyírbátori találatot. Hangos. Bancsók.
Ez is bepattam. 15 másodperc az első fél időből. Nem szabad gólt kaptunk. Pisák. Kun nem tud befordulni. 7 méteres. Közben lejár az első félidő játék ideje, de természetesen erre a büntetőre még lesz idő. Kovács maradott a labdával. A kérdés csak az, hogy egy vagy két gólos hátránnyal megyünk-e pihenőre. Két gólossal. Kovács maga biztosan vágja be a 7 méterest, ez pedig azt jelenti, hogy 16-14-re vezet 30 perc játék után a Nyírbátor. Egyelőre én azt gondolom semleges szemmel egy nagyon élvezetes, jó mérkőzést látunk. A vezetést folyamatosan cserélgette, a vezetés jogát folyamatosan cserélgette a két csapat. Lendületes találkozó, szép gólok, gyors támadásvezetések. Meglátjuk, hogy mit hoz a második félidő. Egy picivel több kell lennie. Hiszen 16 gólt megint csak kaptunk itt az első félidőben. Ha ezen a számon csökkenteni tudunk, és legalább az, de talán egy picit támadásban is többet hozunk, mint itt az első félidőben, akkor bőven lehet még keresni valunk ezen a találkozón. Néhány perc és jövünk a folytatással. Bátorság, hogy bemenj oda, ahonnan más menekül. Erő, hogy segíts a gyengén. Egy csapat, hogy tartozz valahova. Megbecsülés, hogy érezd, fontos vagy. Egy hivatás, ami több egy átlagos munkánál. Egy hivatás, ami büszkévé tesz. Legyél hős, legyél tűzoltó. Ezen az jó. Jó, játszunk már bátran, felszabadultak, mozgásokat, és figyelmesen, abból lehet a gól. Jó, meg tudjuk fordítani, jó védekezésre kezdünk. Hát itt, Már is itt vagyunk a második félidővel. 16-14-es vendégvezetésről folytatódhat a találkozó. Amit az első félidőről elmondhatunk, az azt hiszem, hogy egy nagyon jó mérkőzést láthatunk. Eddig azt leszámítva, hogy vezetnek a Nyírbátoriak. Talán Takács volt az a vendégeknél, akit a legkevésbé tudtunk tartani az első 30 percben. Nagyon mozgékony a vendégek 15-öse. Vele gyűlt meg talán leginkább a bajunk Kovácsról, akitől papíron a legjobban lehetett tartani. Tőle túl sokat nem láttunk, nem igazán sziporkázik a mai mérkőzésen. Attól függetlenül, hogy említettem ugye, hogy ő alapvetően a vendégek leggólerősebb játékosa. Meglátjuk, hogy mi változik itt a második félidőben, mert az biztos, hogy valaminek változnia kell ahhoz, hogy bezsebeljük a két pontot. Jó,
Pisák. Takács. Kovács. Egy csel után kapufa. Kis. Takács Gábor. Ott az Itzer. 16-15 és egy két perces kiállítás. A másik Takács. Takács Milán. Töltheti a következő két minutumot a kispadon. Ennél jobban alig a kezdődhetett volna a második félidő. Ötös labdát szerez. Csúnyán elszórt a Pisák. Danko előtt ott az Itzer. 16-16, egy perc alatt ledolgozzuk a két gólos hátrányt. És másfél perc még mindig van. A vendégember hátrányból. Úgyhogy lehet ezt még fokozni. Mondjuk ennél, amit itt az előbb csinált Pisák, talán csak akkor nyújtattak volna nagyobb segítséget a gólhoz a vendégek, ha a saját kapujukra dobják a labdát. Pisák! Hát, ha még ez is megtörténik itt a második félidőben. Ötös védekezik jól. Talán ez is mehetett volna tovább. Felföldi! Megpróbálta azonnal kapura lőni Kovács. De nem lehetett becsapni a Hajdonán első kapust. Pancsók! Még 10 másodpercig vagyunk ember előnyben. Ötvös! Takács. Takács ellövi. A síp néma marad. Albert Zitzerben. Felföldi! Remek védés! Marad a 16-16. Pisák. Felföldi megint! Aztán majdnem góllal zárult. Takács megpróbálta még bevetődve a kapuba kanalazni. Szerencsére céltévesztett. Ahogyan ötvös is. Az eredmény továbbra is 16-16. Takács. Kovács. Albert a szélen. Felföldi! No, hát úgy néz ki, hogy lehúzza a rolót Felföldi itt a második félidőben. Maradjon is így. Szabad dobás. Figyelnünk kell, ugyanis passzívot mutat a játékvezető.
Ötvös. Kovács kap 2 percest. Aztán bíztam benne, hogy addig reklamál még a játékvezetőnél, hogy kap rá még egyet. Ez elmaradt. A játék majd szabad dobással folytatódik. Ötvös. Mancsók. Ötvös. Megmentette még Kis Dávid a szélről, jó a lövése. 17-16, megvan a vezetés. Kis első gólja. Takács. Van lövés. Be is akad. Álfi a gólszerző. Dankó. Felső léc, aztán Albechez kerül a kipattanó. Öt másodperc múlva egészülnek ki a vendégek. Pisák. Takács. Albec. Befelé hozza. Bod végezheti el a szabad dobást. Pisák. Pisák, felföldi. Pálfi a bedobással. Pisákkal játszanak össze. És hozzánk kerül. Harsányi be tud fordulni, aztán csúnyán mellélő. Marad a döntetlen, Pisák. Felföldinek hála, Nyírbátori gól sincsen. Bancsók! Nem sok hiányzott. Picit rendezetlen a védelem. Kovács lő. A felső lécről bepattan. Csonka. Takács. Takács lő. Szabad dobás.
Takács. Újabb szabaddobás. Ötvös. Dankó. Ötvös. Dankó. Nehéz helyzetből. Schneider érintésével kerül a hálóba. Következő fordulóban egyébként Nád udvarra látogatunk majd. Aztán október 19-én fogadjuk a Hajdúböszörményt, és ezután következik egy kisebb szünet. November 11-én lesz aztán a Fehérgyarmat elleni hazai meccsünk. Azzal folytatjuk majd, tehát két hétvége kimarad már, ami a meccseket illeti. Takács! Nyírbátor pedig majd a Kisvárda ellen folytatja hazai pályán egyébként. Hangos! A labdaszerzés után Sedlacek, a szélen Pálfi. Mellé megy a lövés. Újra támadhatunk a vezetésért. Sedlacek vív csonkával nagy csatát a falban. Hangos. Na, egy lövés. Schneider véd, aztán szerintem Kuhn lábáról pattant vissza a labda, de minden esetre visszakerül hozzánk, úgyhogy ez már nem számít. Ötvös azzal a lendülettel lő is, óriási gól. Mire felemelte Schneider a kezét, addigra már kifelé jött a hálóból ez a labda. Óriási erővel szerzi meg a 19. gólunkat Ötvös Nándor. Neki ez már a 10. találata egyébként. És még hátra van 18 perc a mérkőzésből, alaposan megtolja az eddigi 29-es termését. Most Kovács is szépen csinálta. Dankó. Ott az Itzer. 7 méteres. Sedlacek kap egy 2 percest is. Büntetőhöz bíró érkezik a kapuba. Ötvös az elsőt kihagyta, a másodikat belőtte. És a harmadikat is bevágja.
Kovács. Fisák. Albec. Kovács ellövi. 20-20. Bancsó. Kelemen. 21. Azonnal visszavesszük a vezetést. Szabad dobás, Pálfi esett el Dankó mellett. Kovács, Fisák. Kovács nem tud lőni, Pálfi. Jól védekezünk. Kun befordul, és aztán mellé lő. Lemarad aztán, használjuk ki, hogy nem teljes a vendégvédelem. Ötves mutatja, hogy nyugi. És akkor kezdhetjük felállt fal ellen a támadást. Hangos. Ötvös. Ott a szélen. Kettő közte. Kovács. Bancsók szerzi meg. Ötvös kapja az indítást, ott van az ígyszer, megvan a három gól. 23-20, Ötvös 13. találata. Elképesztő második félidőt produkálunk, nem csoda a vastaps a nézőtérről, ahogyan az sem, hogy Csapos János időt kér. Tessék vinni rájuk, Zsolti a középkezdést, ezerre viszed, és nyomjuk, most kell őket megcsolni, alig állt rájuk, 10 perc, ami kifér, azt tegyük bele. Jó, ezek az új mozgás, amit elkezdtetek a leállós, vagy amikor befutsz két dál, az teljesen jó lesz. Jó, azokkal operáljuk, Dávid menjünk, tőle nyugodtan, menjenek a lövések, meg lesz az eredménye, jó? Csak úgy, hogy nagyon jó. A második félidő 17. percében járunk. Öt góllal nyerjük eddig ezt a játékrészt. Thank you.
Kovács. Felföldi. Hangos. Ellövi. Ezúttal nincs gól. Pisák. Ötvös. Marad a Nyírbátoriaknál a labda. Albec. Pisák. Kelemen nagyon szépen. Takács. Pisák tolja le a szélre. Pálfi felföldi! Ő is valami elképesztő, amit produkál a második félidőben. A 4 gólos különbségért támadunk. Jön a buzdítás a lelátóról. Legyen meg a 24. Ötvös! Megvan! 24-20 az eredmény. Albec. 24-21. Danko. Támadó hiba. Fordulhat Pisák. Takács. Kovács. Takács. Így is van. Milyen kalabda. Ötvös. Csonka. Bepattan. 25-21. Beléptünk az utolsó 10 percbe. Földi. Bancsó. Hangos. Danko, ott van középen. Szabad dobás. Hangos. Ellövi, benn van! 26-21. Az első gólja Hangosnak a mérkőzésen.
Alberts, felföldi véd. Kis Dávid kap 2 perces kiállítást. És még egy büntetőt is elvégezhetnek a nyírbátoriak. Ez most nem hiányzott. Kovács nézhet farkas szemet felföldivel. Nagyon maga biztosan vágta be a labdát. Ötvös. Bancsó. Danko. Szabad dobás. Nagyon kellene a gól. Hangostól jön is! 27-22. Az első után azonnal megdobja a másodikat is Hangos Dávid. Takács passza talán Kunt is meglepte. Hét perc a találkozóból. Pisák, felföldi! Na egyébként Tiszavasvári Fehérgyarmat és Kazinc Barcika Berettyó mérkőzéseket rendeznek még. A holnapi napon pedig Salgóterján Nádudvar, 60 Hajdúböszörmény és egy különösen izgalmasnak ígérkező Kisvárda Füzesabony találkozó kerül lebonyolításra. Ötvös! Danko! Vonalról ugrott be, úgyhogy érvénytelen. Ahogyan ez is ráadásul Szedlacsek lövése után felföldi megint jó helyen volt. Úgyhogy marad a 27-22. Szabad dobás. Ötvös, Hangos, ezt is ellövi. Bíró véd. Szedlacsek. Pisák. Kun. 27-23. Madai Tamás kér időt. Középen kis lövés, kis lövés. Ha már átlövésén ki, akkor maradjon bent a keretbe, visz, maradjon bent szállni. Legalább egy kicsit el tudja húzni a szemben, mert ő jöjjön. Jó? Kicsit most jobbi. Láttunk egy kicsit, 5 perc van.
két perc alatt is 5 gólt adni, 4-et is lehet dolgozni. Türelmes, hosszú lefolyású játékokat csinálunk. Futtathatod a szélsőt, a Jóskát be. Ez a két, azok teljesen irányos, azok különleg. Legyünk oda egy-egyből teszed és zúgatsuk befelé. Dupla van. Vagy a Dávidnak, vagy a Nándinak. Dávidnak is jó, Nándinak is jó a dupla. Abból mehet tovább a játék. Hatos megfutásokat, jó? Türelem, csak legyen, hogy hosszú legyen. Azt kell, hogy hosszú legyen a támadás. Ne egyből fogunktasd el. Játékban türelmesen, jó? Csináljuk meg, gyerekek! Gyerekek, gyere, 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 ügyesen! Ketor! Sárcok, sárcok! Csináljuk, gyere, tovább teszem, nem megyek sarokba szélre, jó? Hangos. Szabad dobás. Belül az utolsó 5 percen. És innentől kezdve minden múló másodperc a javunkra dolgozik. Ötvös. Hangos. Bancsók. Bancsók! Óriási gól! 28-23. Takács. Szépen csinálta. Ötvös. Fordulhat a nyírbátor. Köszönjük szépen. Bíró indítása csak Tamásnak volt jó. Aztán Tamás visszaadja a labdát az ellenfélnek. Óriási hiba után 28-25-re zárkóznak a vendégek. Hangos. Aj, de kellett ez a gól! A nyírbátori védő kezének érintésével kerül labda a hálóba, de minket ez nem érdekel, megvan a 29. találatunk. Visszaáll a 4 gólos különbség. Albec. Felföldi! Tamás, most becsüljük meg jobban. Ötvös. Nem jut el Bancsókhoz. Vendégidőkérés. Hosszú játék legyen, egy a lényeg, hosszú játék. Üres helycsere, keresztet. Azt mondom, az ötös, az jó. Üres helycsere, keresztet. Kicsit lelassultunk. Vigyünk, de mi tempó legyen. Kezdjük, azt vigyünk, Zsolti, menjünk, vigyünk azért. Nem állt meg a világ attól. Lehetőség van, akkor megyünk. Jó, utána, nem sikerül, akkor állsz meg. Jó, Levi. Jó, ki, 3 perc, te dolog. Gondolkodj, jaj, 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 ja
Kun indítja útjára a labdát. Albec. Takács. Kovács jön. 7 méteres. És még egy 2 perces kiállítás is hangosnak. Ez pedig azt jelenti, hogy ha nem kap egy vendégjátékos is 2 percest, akkor csak az utolsó fél percben lesznek már egyenlő arányban a pályán a csapatok. Ahhoz persze, hogy igazán komoly izgalmaknak legyünk még kitéve, ahhoz az kell, hogy Kovács bedobja ezt a 7 méterest. De természetesen ehhez még Tormának is lesz egy-két szava. Ő váltotta ugyanis Felföldit a büntető erejéig a kapuban. Nem sikerül hárítania. És Takács kilép a falból. Ötvöst igyekszik kivenni a játékból. Nekünk nyilván az is rész siker, hogyha megy az idő. Kelemen. Ötvös. Bepattan ez is! Bíró hozzáért! De megvan a 30. És ami ennél is fontosabb, hogy ezzel újra 4 gól a különbség a két csapat között. Másfél perc a végéig. Takács, Felföldi kivédi. Büntető. Ezúttal marad Felföldi. Nézzük, ki nyeri sokadik csatájukat Kovácssal. Kovács vagy Felföldi. Most is Kovács jön ki jól a helyzetből, és most már fennmarad a teljes hírbátori csapat. Tamás! Kovács kap egy 2 perces heves reklamálásért, aztán így a piros lap is előkerül, ami késik, nem múlik 15 perccel ezelőtt, én már szerettem volna látni ezt a piros lapot, akkor nem jött. Most viszont már nem volt más választása a játékvezetőnek. ...57 másodperc a lefújásig. Thank you.
A vendég kispadra várunk. Nehezen fogadták el a játékvezetői döntést. Dankó szépen megy el két ember között. Bíró véd. Aztán oda ajándékozza Kelemennek. Dankó ráfordulhat, ezt már bevágja. 31-27, azt hiszem, hogy végleg fellélegezhetünk. Meg lesz az a két pont. Ebben a pillanatban ki is egészülünk. Hangos szó szerint vissza settenkedett a pályára a labdaszerzés reményében. Tíz másodperc. Pálfi. Takács. Felföldi vér még egyet, stílusosan befejezésül. És ebben a pillanatban véget ér a mérkőzés a hajdonánási csapat. 31-27-es győzelemmel tartja itthon a két pontot, megszerezve ezzel a negyedik fordulóban első győzelmét ebben a szezonban. Egy parádés mérkőzést láthattunk, volt itt minden, magas színvonalú kézilabda, szép gólok, kiállítás, piros lap, minden, ami egy szórakoztató mérkőzéshez kell. És hát egy fantasztikus fordítás, ne menjünk el amellett szó nélkül, hogy fél időben még két góllal vezetett a Nyírbátor. Aztán itt a második játék részben láthattunk a kapuban egy sziporkázó felföldit, és egy támadásban nagyon higgadt és kegyetlen hajdonánási csapatot. Összességében én azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy ez a szív diadala volt, és megérdemelten szereztük meg a győzelmet. Most pedig a lefújás után majd Madai Tamás értékel nekünk, illetve igyekszünk megszólaltatni Csapos Jánost is, és a mérkőzés legjobb játékosával is beszélgetünk. Gyere, 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 gyere! Nem foglalkozunk össze a gyereket! Csak van utva! Gratulálok! Kettő! Nagyos! A mérkőzés legjobb játékosa részére a pezsgőt a Molnár Élelmiszer Kft. Biztosította. A mérkőzés legjobb hazai játékosa részére az ajándékutalványt a Kis Hellász ételbár ajánlotta fel. Ötvös Nándor áll velem szemben, a találkozó legjobb játékosa. Először is gratulálok a győzelemhez és a teljesítményethez, fogadd az ajándékutalványt és a pezsgőt szeretettel, gratulálok még egyszer. Beszélgessünk egy kicsit az első fél időre. Gyakran volt ugye, hogy a csapat beragadt a mérkőzések elején, most viszont jól kezdtünk, neked is rögtön az elején sikerült elkapni a fonalat, aztán átvette a vezetést a Nyírbátor, és fél időre ők mentek előnnyel. Mi lehetett a probléma az első 30 perccel? Múlt heti vereségünk után azért kicsit jobban állok itt, mert azért ezt jobban megérdemelte a csapat is, meg én is szerintem ezt a legjobb játékosi díjat úgymond. Egész héten azt beszéltük és azt gyakoroltuk, hogy nekünk rohanni kell, nekünk nem az a játékunk, hogy felállunk és lagymatagon lassan próbálunk figurákat csinálni és abból gólokat szerezni, mert az igazán nem annyira megy nekünk. Aztán megbeszéltük, hogy rohanni kell, futni kell, le kell rohanni őket, hiába gólt kapunk, menni kell gyors középre és könnyű gólokat kell szereznünk. Az első fél időben szerintem ez meg is valósult, igaz, hogy sok gólt kaptunk, de viszont tudtunk is rá egyből válaszolni, rohantunk, vörögtünk és ezért lett ez az előny. És mit gondolsz, mi lehetett a kulcs annak, hogy a második fél időben sikerült megfordítani a mérkőzést? Egy kicsit az öltözőbe beragadtunk, mert azért nekünk nem jót tett ez a 15 perc szünet a fél idő. Kicsit lassan kezdtük a mérkőzést, aztán kezdtünk újból felvenni a ritmust, és a második fél idő felére azt mondtam, hogy na most elfáradtam, de viszont túl kell esni, át kell esni a holdponton, és pörögtünk, és futottunk, és nagyon jó egyéni teljesítményekkel. Szerintem aki pályára került, az mindenki oda tette magát, és mindenki hozzátett a mérkőzéshez, és így csapatként meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Nem mehetünk el szó nélkül azért a te teljesítményed mellett sem. A végére már szinte számolni sem lehetett a góljaidat. Ilyenkor azért duplán édes a győzelem, nem igaz? Igen, nagyon jó, nagyon felspanolja az embert az, ha bejön egy gól, bejön a még egy következő gól, tudunk rohanni, bemennek a gólok. Nagyon örömmel játszottam a pályán, és örültem neki, hogy nyertünk. Két nagyon ellentétes félidőt láthatunk. Beszéljünk most egy kicsit az első játékrészről, amelyet ugye 16-14-re megnyertek. Mennyire volt elégedett a kezdéssel? Ellentétes félidőket láttam én is, de az első félidőben is csapongó volt a játék mindkét csapat részéről. Hát az eredmény is idő oda pattogott, hol itt volt két gól előny, hol ott volt két gól előny. Látszott, hogy két csapat jó felkészült egymásból.
Mi változhatott meg a második fél időre? Meg tudta fordítani az állást a hajdonállási csapat, sokáig kevés gólon is tartotta a Nyírbátort. Mi lehetett gond akár védekezésben, akár támadásban a második fél idővel? Én most nem fogok a bírókkal foglalkozni, nézzük inkább a csapatokat. Én úgy éreztem, hogy a másik fél időben az ellenfél kapusa feljött, és mi eljutottunk ugyan az ígyszerig vagy átlövésig, de az nem ment be, még nálunk egy kicsit visszaesett a kapus teljesítmény is, illetve hát nem esett vissza, csak bepattantak olyan dolgok, ami eddig ugye kifelé pattantott, most bement. Az elmúlt szezonbeli hazai mérkőzéseiket idézte ez a győzelem. Fordítás, harcos mérkőzés és győzelem a végén. Mennyire vagy elégedett a mérkőzéssel? Ha most először csak az első fél időt vesszük, mi lehetett ott a probléma? Ugye fél időben még kettővel vezetett a Nyírbátor. Hát nyilván most a végén elégedett vagyok, mert megszereztük a két pontot. Mondtam is a srácoknak, hogy nem érdekel milyen rossz játékkal, mert eddig valamikor jól játszottunk, nem sikerült pontot szerezni, mert inkább játszunk rosszul, csak a két pontot most már végre szerezzük meg. Valóban az elején ott jól kezdtünk, mert azt hiszem 3-0-ra is elhúztunk, de hát látható volt, hogy 2-3 perc alatt aztán meg is lépett az ellenfél, megfordította az eredményt. Rengeteget hibáztunk akkor abban az időszakban is, amit mondtam, a mérkőzés elején is jöttek a hibák sorozatosan, és ugye egy ilyen jó ellenfél szemben ez nem megengedhető, és abból ugye olcsó gólokat lőttek. Aztán így zajlott az első félidő, a második félidőben azt gondoltam, hogy igyekeztünk rendezni a sorokat, feljavult a védekezésünk valamelyest, volt mögötte egy komoly kapus teljesítmény, és abból tudtunk gyors lerohanás gólokkal kialakítani egy viszonylag nagyobb különbséget. Mit kértél félidőben a fiúktól, miben kellett változni a második félidőre, mivel voltunk jobbak a második félben, azt leszámítva, hogy Felföldi fantasztikusan védett? Nyilván jó védett nagyon a Robi, valóban, tehát minden elismerés az övé, de kellett előtte egy olyan védekezés, amit most bemutatott, akár a Csonka Peti, vagy akár a Kelemen Zsoltinak a védekezését is kiemelhetem. Tehát nagyon sokat ütköztek, és így a átlövő játékosok már nem tudtak tisztán lőni, és ez segítette a Robinak a dolgát is. Illetve azt kértem, hogy gyors lerohanásokat, gyors középkezdés, és vigyük a labdát rájuk, el fognak egy idő után fáradni, azt gondoltuk, és azt gondolom, hogy ez bejött. Negyedjére már sikerült, ha szeretném, akkor ezzel a három szóval is össze tudnám foglalni az elmúlt 60 perc történéseit. Ha viszont egy kicsit ki szeretném fejteni, akkor elmondhatom azt, hogy két fele másfél időt láthattunk. Az első fél időben inkább a Nyírbátornak jött ki jól a lépés, ezért vonulhattak két gólos előnnyel a szünetre a vendégek, aztán a második fél időben parád és egyéni teljesítményeknek hála sikerült egy egészen kiváló fordítást végrehajtanunk és megnyernünk a mérkőzést. Ezzel megvannak az első pontjaink, jövő héten pedig Nádudvarba utazunk, ahová szintén a két pontért utazunk. Reméljük, hogy ott is sikerül megnyernünk a mérkőzést. Én ezekkel a szavakkal búcsúzom, a viszonthallásra, a viszontlátásra.